Sziasztok, üdvözlök benneket ismét a Totálból Attilában, amikor is a sivatagi királyságukkal veretjük tovább. Ugye a legutóbbi epizódban elfoglaltuk ezt a teljes tartományt, itt ezt a felső, nem is tudom hány települést, 3-4 igazából. Szerintem az előző részben csináltuk ezt is. Á, nem vagyok benne biztos. Az biztos, hogy Kártágot elfoglaltuk az előző részben és ezt a tartományt így magát. Én most pörgettem egy 4-5 kört, és vártam egy kicsit, hogy stabilabb legyen a régiók helyzete. A hangomért továbbra is bocsi, mert véletek továbbra is megfázás. És kezdenek stabilizálódni, még egy-két-három kört szerintem pörgetni fogunk. Viszont addig építkezünk, meg ilyesmiket sem, és gondoltam, akkor most már itt elindítom a felvételt. Néhány épületet felhúztam itt ott, meg néhányat le is bontottam, igazából erre én most nem is akarok nagyon kitérni, így, hogy most pontosan mit csináltunk. Egy a lényeg, hogy fellőttünk, és most már ezeket fel tudjuk oldani. És a tevét is. 500-ba kerül egy teve. Ennek 300 a fenntartása, nektek 222. Viszont nem is vagytok olyan OP-k. Majd szerintem szépen lassan lecseréljük ezekre a tevékre a sergeinket, mert ezek nagyon jók. Nem tudom, hogy innen ki tudunk-e már mozdulni, úgyhogy igen, ki tudunk. Ez esetben szerintem ez a három hogy van? Ez a három adja így a provinciát, nem provinciát, hanem. Jó. Elmondjuk ezt meg. Ezt autótámadással le fogjuk győzni egyértelműen. És megszálljuk. Egyenlőre nem zsákmányoljuk ki. És a következőben megyünk tovább, így mind a hármat bevesszük. Szerintem mindegyiket autótámadással, mert szinte biztos, hogy hogy ez így jó lesz. Összetartás a saját, vagy idegen területen van. Legyen az, hogy saját. És lehet még itt is pontokat osztani. Azt mondja, hogy neked mi kellene? Buzgalom. Itt már összetartást, ott távolsági sebzést. Oké, toljuk ezt fentebb. Jó. Jó, és ide szerintem lerendelünk egy kis sereget. Edzőtárs, tervező, most valami olyan kéne, aki így az egyik se jó, legyen mondjuk ő. Egyik se annyira jó. És neked adunk egy, hát egy ilyen kis sereget. Mondjuk három láncsást, vagy négyet. Három láncsás, meg egy két láncsás, két lovast ide leképzünk, jó. És akkor itt is lesz egy kis sereg, aki így fenntartja a rendet. Jó. Téged tudunk boostolni. És egyenlőre ennyi szerintem. Itt kész van-e már a templom? Kész. Akkor ide tudunk képezni egy... Nem tudunk több papot képezni. Ez mitől... Mitől számít? Ez a birodalmunktól számít. Igen. Nagy hatalom. Jelentős diplomáciai hátrány a legtöbb frakcióval szemben. Két papot tudunk egyenlőre kiképezni. Oké. Okay. Egyik provinciához még kinevezhetsz egy kormányzót. Akarok én oda kormányzót? Edzőtárs, mint az ügynöktoborzás. Jó, leszel te. Oké, okay, és akkor kidobunk egy rendeletet is. Jó, így. És javítsuk meg az épületeket. És váltsunk egy kört. Király. Tehát így már Dél-Spanyolországba is be tudunk törni. Jó kérdés, hogy ez kell-e nekünk. Ha itt egy nagyobb római sereget találnánk, azt megpróbálnánk esetleg kiütni. Ah, na ez nem jó. Ajajajajajajaj, ez nagyon nem jó. Oké, jönnek a kelet-rómaiak. Nem tudom, hogy velük mit lehetne csinálni. Meg kéne próbálni legyőzni őket egyértelműen. Zseniális. Tehát tovább megyünk.
Ezt szintén autóval legyőzzük. Megszálljuk. Szuper. Jó, ti itt így vígan el vagytok. Itt nem tudom miért mínusz 2 a embereknek a szenvedése, de oké. Ezt a papot tudjuk fejleszteni. Több közrendet ad. És jobban terjeszti a vallást. És te itt... De most mi... És ez miért ment le mínusz 5-be? Ezt most nem értem. Hát ebben most nem volt túl nagy logika. Oké. Mindegy. Mindegy, hagyjuk. Ezt a sereget... Hűha. Itt nagy gondok lesznek. Kezdjük azzal, hogy mentünk. Mentés. Az a biztos. Azt kéne, hogy ezt a sereget szépen lehozni. Hát a legrövidebb lehetséges úton. Titeket idehozni, és téged. És téged is elindítani ebbe az irányba. És neked hát megpróbálunk leképezni még, amit tudunk. Are you ready to serve? Így. Ready for order. Közben researcholunk. Így. Ez egy egykörös research. Asszus, zsoldosokat kellett volna felfogadni. Mindig amúgy még úgyis csak elkezdni ostromolni, szóval nem végleges a dolog. Az biztos, hogy lovasok kelleni fognak a külső seregünknek. Oké, megtámadnak. Nem, ő fog megtámadni. Nem támadnak meg. Ez egy kifejezetten érdekes lesz, hogyha nem támadnak meg. Jó, nem támadtak meg. Csak így itt vannak. Szerintem letáboroztak pont azért, hogy a veszteségeiket egy kicsit visszaszedjék. Viszont... akkor... azt fogjuk csinálni, hogy a te... te most melyik vagy? Te melyik vagy? Te vagy a csúnya. Jó. A tieidet... áttesszük, de hogy? Ja, így. Hát neked így mindened, tehát ezt dobjuk. Jó, és akkor te visszamehetsz, és te meg majd ide jössz. Neked van lovas egységed is, ahogy látom. Igen. Ezt a kisebb sereget próbáljuk megakadályozni, hát ha sikerül. Elkapkodott. Nem sikerült, jó, mindegy. Azt mondja, hogy közben tapasztalat új sorozott egységeknek. Minusz, vagy plusz 20. Itt működik, tehát itt... nem értem. Itt a pap nem tudom mit faszkod. Na, itt most működik a pap, jól van, király. Jó, itt tudunk építeni egy csomó dolgot, nem tudom, hogy akarunk-e igazából. Higiénia, közrend, növekedés. Ja, ezt építsük meg. Egyenlőre ennyi. Ti veletek pedig... beveszik az utcsó települést. Leképzünk egy ilyet. És ezt így el fogjuk tudni foglalni. Jó. Ez a sereg át fog jönni ide. Ezt nem felejtjük el. És kört váltunk, nézzük. Kormányzónak jártasság pont. Ez ad nekünk közrendet. És hadvezérnek közrend. Hát nem csinál semmit, szóval... ja, te csak így vagy. Oké.
Azért stabilizálódik ennyire ez a régió egyébként, mert itt most óriási a katonai jelenlétünk, tehát így... elég ütős. Most... nem tudom, hogy szórakozol velem. Ó, hogy basznád meg. Regroup and fall back! Jó, akkor kitámadunk szerintem, tehát azt úgy csinálni, hogy kitámadunk. És szétverjük a teljes kelet-római sereget. Egy totálisan megsemmisítjük őket. Hogy hogy azt nem tudom, mert necces lesz, nem nagyon van lovasságunk, az a probléma. Fellázadtak hol? Ja jó, nyugodtan, oké. Erre nyomunk egy autótámadást. Ezt nem fogjuk lejátszani. Megszálljuk. Zsír. És akkor annyit fogunk csinálni, hogy ezeket javítjuk, javítjuk. Elvileg ezek itt meg is vannak. Ez így most már miénk. Aztán mehetünk tovább ebbe az irányba, bár még meglátjuk. Ezt a lázadó sereget a következő körben le kell várjam, ezt ne felejtsük el. Jó, és akkor azt kéne... te húzz innen. Nem. Nem. On the move, my lord. Támad meg. Jó. Nagy sereg kezelése, mentünk egyet. Vissza. És... kelet-római birodalomnak szerintem két nagy seregét most remélhetőleg meg fogjuk semmisíteni, legalábbis megpróbáljuk. Egy lovassága van ebben, szerintem a másikban sincs nagyon más, neki csak lovasság. Tehát ha jól kezeljük a nagy seregünket, akkor talán... talán sikerülhet őket megölni. A hadvezérüket kell mindenképpen kinyírni. És akkor onnantól nincsen para. Jó. Száraz csata, az jó. Oké. Jó, igazából... igazából nagyon nincs mit ezen. Mit alakítani? Azt kell megvan, hogy a többi csapatunk is beérkezzem. A reinforcements enter the fray! Jól lassítsunk az időm. Te mehetsz a hármasba. Oh Jesus. Na várjunk, ezt egy kicsit gondoljuk át akkor. Atya ég. Ez így nem hiszem, hogy jól van. Tehát három IS még mindig nem reagál semmire, amit én mondok. Jó, akkor csináljuk így. De, srákok. Jó, mindegy. Itt lesznek az ötösök. Itt lesznek a hatosok. És a hetesek pedig oda mennek. Gyorsítsuk meg az időt.
Jó, ők is rendezik magukat, akkor viszont... Akkor viszont nem tudom. Akkor valahogy így. Jó, előrébb ismertnek azok az IS-ok. Jó, ti pedig... Így. És a hetesek pedig... Így. Lovasság átmegy oda. Na pörgessük maximum az időt, hát ha megindul valamerre. Nem igazán akar, úgy látom. Tehát ahogy én látom, inkább kivár. Hát ez nem lesz túl izgalmas, hogy ez lesz végig. Akkor azt csináljuk, hogy előrébb mentek ti. Meg ti. Állj. Oké. Okay. Jó. Csípjük meg! Jó! A pajzsvédelmet benyomjuk. Zsír király. Tudtam, hogy három IS nem fog megmozdulni. Jó, kapjuk el a tábornokot. Gyerünk, gyerünk. Adunk nekik egy kis busztot. Beléjük. Ott már menekül is egy csapat. Oké.
nagyjából megfutamodnak. Menekül a tábornoka. Kimerültek. Lőjétek meg. Jöjjtek már meg! Meghalt a vezérük. Jó király. Na, mi lesz, megtöltök már? Jó, itt is megtörjük őket. The enemy are losing ground. Jó, nyertünk. Praise the gods, your victory is moments away. Hát ezt elég szépen szétvertük, mit nem mondjuk. Csak most azt kéne, hogy az utolsó darabig elkapjuk őket. Na még titeket itt megcsípünk. Egyik lovas oda megy. Másik lovas oda megy. És elvileg így meg is vagyunk. Csata vége. Azt mondja, hogy 280 túlélője maradt. Nekem 4000, tehát ő elveszett 3200 valahány embert. Az azért elég durva veszteség. Jó, szuper. Szerintem ezzel teljesen kiiktattuk a seregeit. És szerintem az egyik seregünket el is indítjuk azonnal itt a part mentén végig masírozni mindenen. Másikat egyelőre itt hagyjuk, illetve egy harmadikat elkezdünk felépíteni, és akkor tovább tudjuk küldeni ezt is. Nem, mindjárt mutatom normálisan, hogy lássátok, hogy miről beszélek. Csak ugye nyilván be kellene tölteni a csatát. És akkor egyszerűbb lenne. De ez biztos, hogy Kelet-Rómát eléggé meg fogja viselni, ezért két ilyen óriási sereg elvesztése. Na játék? Magam sem tudom tovább is, hogy miért tölteni ideig egy csata után. Jaj, ti még papíron előleg itt vagytok? At your command. Make haste, men. Ready for orders. Hát ez egy automata támadás lesz. Oké. Okay. Ready for orders. Run them through! Jó, most haltak meg véglegesen. Bocsánat. Jó. Tehát az lesz, hogy is kellene ezt csinálni.
Én téged azonnal elküldenek oda, hogy azt támad meg. Te egyenlőre visszajössz. Jó, nem tudsz egyre bejönni. Itt felépített újra a seregedet. Neked ismételten építünk egy sereget. És ő fog itt maradni. Azt mondja, hogy fenntartási költséget csökkentjük. Nem. Fenntartási költség, összetartás. Jó. Illetve buzgalom, az ugye elég jó dolgokat ad. Vagy élelem, korrupció. Ezt a kettőt húzzuk. Jó, neked pedig ezt a kettőt fejlesztjük. Jó, itt hogy állunk? Itt még nem léptünk kört. Te fejlődtél. Viták gerjesztése. Minusz 5 közrend. Ja, ezt idegen településken lehet csinálni. Jó, nem. Idegen település. Idegen ügynök. Vallásbefolyás, ez egész jó. Tudunk valami nem tudom. Ezt nem tudom, jó van ez így. Oké. Okay. Te is itt, de most ezt miért viszi le mínusz egy... Játék, mindegy. Jó is egyébként, hogy van egy-két ilyen csata is, tehát nem azt akarom, hogy végig autótámadásokkal nyomom le a dolgokat, de értitek most egy olyat, hogy helyőrség 4 egységből áll, vagy 3-ból, és nekem van 20. Hát most azt a 3 egységet lekaszabolni felesleges, tehát most teljesen mi értelme nincs. Amikor üres a város, egyszerűen simán autótámadással legyőzzük, és csá. Viszont az, hogy ilyen nagy ütközeteket tudunk csinálni, és nem az van, hogy valaki a város valakinek... Ezt is most nem fogjuk lejátszani, mert nincsen mivel megvédeni, tehát... Valószínűleg most kinyírja ezt a városomat az a lázadó köcsök. De visszajövünk onnan és megöljük és csókolom. Amúgy is ezt akartam, hogy ezt megölöm. Kérdés, hogy elfoglalja-e. Elfoglalta, jó. Hát akkor... Ne! Csá! Szállás. Jó, hát ez a stabilitást nem növeltük kifejezetten a régióba, de mindegy. Egyelőre nem konvertálunk sehol semmit. Ez így itt van, ahogy van, aztán csókolom. Oké. Te mehetsz oda. És megölted ezt a települést autótámadással. Meg is szálltuk, jó. Ezt is itt megszálljuk. Jó. Jó, itt is növekedni kezdünk. Azt mondja, hogy... építsünk. Higiénia az fullos mindenhol, szóval az így... ki van pimpelve. Viszont itt ez még több közrendet ad. És növekedést. Nagyobb község, oké, ezzel is ment a pénzünk. Jó, itt fullosan növekedünk. Itt ha elérjük a heteréket, akkor tudunk építeni majd. My lord. Igazából ezzel is támadhatnánk erre, de... De nem. Ezt kidobjuk szerintem innen. Igen. És toborzunk. Oh wow. Itt nem tudunk toborozni. Passza meg! Akkor egy zsoldos lovast kérünk helyette. Micsoda? Tartmány megtámadták.
Ja, oké, ez nem tudom, miért jött be. Ez még azt mutatta, hogy itt a lázadók megtámadták ezt. És megint ott vannak. Jó, azokat megöljük. Aztán elkezdünk szerintem fosztogatni, hogyha ezt nagyjából tudjuk stabilizálni. Bár igazából az se érdeke, ha nem tudjuk stabilizálni, mert nekem ez a terület annyira nem fontos. De itt úgy tűnik, hogy nincsenek nyugat római erők, szóval egy egészen kényelmesen el vagyunk. Jó. Tehát fel... véletlen rányomtam valamire. Mindegy. Szóval itt megint fellázadtak. Egyreg is így léci. Visszajövünk. És így annyira nem katasztrofális a helyzet, mint gondoljuk. Oké. Okay. Egységfeltöltés, nem lovasságra húzunk, plusz egy buzgalom. Közelharci védelem, az se rossz. Oké. Okay. Ezt fejlesztettük, zsír. Mehetünk tovább. Mehet az ostrom. Te hogy állsz? Te veled a következő körben elindulunk szerintem. Bár lehet, hogy már ebben a körben is elindulunk. Erre felé. Vagy erre. Nézzük, mit tudok éljünk nekünk mutatni. Nem sokat. ...29, 23... Tehát egyik körben javít, másik körben ront a helyzet. Tehát látjátok, most lement mínuszba, szóval nem vágom. Jó, neked is fejlesztettünk. Lépünk egy kört. Te mi vagy, kormányzó? Közrendet növeljük. Ez nem kell neked. Mindegy. Mindegy. Plusz egy közrend. Jó, ezek jó dolgok. Egyébként, hogy a kormányzónak is vannak ilyen trétjei, és így lehet igazából fejleszteni a dolgokat. Egyébként lehet az lenne a legjobb, hogyha... Wow, az egy szép nagy... Az egy szép nagy sereg volt, az hova hajózott? Azzal nem szeretnék annyira találkozni. Mondom őszintén. Azt szerintem meg elpicsázná a főseregünket is. Hol? Ja, itt, oké. Okay. Ez innen hajózik, errefelé. Elég erősen errefelé. Hát azon gondolkodtam, hogy ezt a sereget fogom, és visszahozom teljesen ide. És ezt viszem át oda, de ez a baj, ez a tartomány is folyton baszakszik. Na, most pozitívba vagyunk. Nagyon jó kérdés, hogy mit kellene vele csinálni. Mi egyenlőre ott hagyjuk. Mi elindulunk arra, így ez a régió még normális marad. Igen, vagy tartomány, nem mondjuk már folyton régiót. Hát ez autóval lenyomjuk. Megszálljuk. Következőbe ezt is megtámadjuk. Ez üres. Azt nem látjuk. Ez már kelet-római. Ez a nyugat-római. Még egyedül. Erőforrások termelése. Jó, az most mindegy. Építési terület, na ide építünk majd egy kutat. Vízmű. Oké.
Az se rossz. És akkor innen el tudunk indulni. Két irányba. Építsünk egy vízműt. Az ad higiéniát. Várjunk, ez teljesen, ez is régióba ad? Igen. Jó, az jó lesz. Oké. Nem osztottam pontokat valakinek, te mi vagy kormányzó. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy az a nagy nyugat-római sereg hova fog menni. Remélem nem itt szálpartra való, mert az nagyon nem lenne jó. Viszont azt nem is lenne rossz megölni. Az uralkodó, jól látom? Na nézzük, mit fog lépni. Kelet-római. Nyugat-római. Nem, elviszi. Viszont partra dobta őket Spanyolországban, szóval bármikor megtámadhat. Amik az önmagában nem baj. Wow. Ti mik vagytok? Afrikán lázadók. Hát ez egy elég súlyos vereség lesz. Ez hol van? És el is foglalta. Hogy rohadna meg. Ready for orders. Let them cower before our might. Foglaljuk vissza. Nem kizsákmányolást akartam, bassza meg. Ready for battle. És akkor utolsó kérdéged is. Megszálljuk. Jó. Hát ez a régió valószínűleg tartomány felfoglázatni, de nem baj. Hogy tegyék. Oké, stabilak vagyunk. Ide kéne kipimpelni egy harmadik sereget. Meg is fogunk tenni. Edzőtárs. Harcos. Kipimpelünk ide egy harmadik sereget is. És nem tudunk neki képezni semmilyen katonát, nem baj. Semmi baj. Oké. Ezt tudjuk fejleszteni nagyobb városnak, ezt még nagyobb városnak, wow. Fú. Elég sok pénzbe fog kerülni, de lehet, hogy megérni. Vagy ezt a hármat fejlesztjük így közösen. Ja, lehet az utóbbi inkább. Higiénia vagy élelem. Pénz, higiénia és élelem fogyasztás. Szerintem az jó lesz, meg közrendet is ad. És akkor fejlesztjük ezt a hármat. Viszont én úgy gondolom, hogy ezt a részt itt lezárjuk. És a következő, ott is vannak már lázadók, azokat kell legyőzünk. És utána stabilizálódik a régió. A tartomány. Úgy gondolom, ezt a részt lezárjuk, és szerintem a következő részben indulunk itt keletre. A kelet-római birodalom ellen. Elfoglaljuk a településeket, és elindulunk mai Egyiptom területére. A Nílus környékét megpályázzuk. És aztán meglátjuk, hogy mit tudunk alkotni itt nyugaton, majd Spanyolországban is. Illetve mai Spanyolország területén. Szóval, ja, vannak tervek. Lehet bővíteni a birodalmunkat elég szépen. Köszönöm szépen, hogy eljutottatok idáig és megnéztétek ezt a részt is. Tetszett, kérlek, értékeljétek az, hogy dobtok egy lájkot, feliratkoztok, ha újak vagytok. És a következő részben találkozunk, addig is legyetek jók. Sziasztok!